Hello, sziasztok, Krisztián vagyok, és ez itt a Kriptomókus YouTube csatorna. Majd egy airdrop lehetőséget szeretnék bemutatni nektek, ez nem más, mint ez a Starknet, amit itt mögöttem láttok, és be fogok mutatni egy pár lépést ahhoz, hogy idézőjelben kvalifikáljátok magatokat egy lehetséges airdropra. De még mielőtt konkrétan belemennék, felszeretném hívni a figyelmet, hogy Twitteren megvolt az első Twitter space-ünk, ezt itt az Afilion Web 3 oldalnál, Láthatjátok és vissza is tudjátok hallgatni. Ugye az Olival elkezdtük pár héttel ezelőtt, hogy TikTokra felmegyünk élőzni és beszélgetünk a kriptókról, és úgy döntöttünk, hogy ezt Twitteren is megosztjuk veletek, ott legalább vissza lehet ezt az egészet hallgatni. De a TikTok élőket is majd itt a csatornám fel fogom tölteni, úgyhogy azt is vissza tudjátok hallgatni. De aki minket élőben szeretne átélni, az kövessen minket. TikTokon is és Twitteren is. A másik rövid dolog, hogyha érdekel bővebben az NFT-k, akkor itt egy ingyenes hírlevelet csináltam három nyelven, és a linket megtaláljátok majd a leírásban. Itt nincs más dolgotok, mint hogy megadni az e-mail címet, és feliratkozni erre a hírlevélre. Így néz ki ez a hírlevél, három nyelven elérhető, legfölül angolul, középen németül, és a legalján van a magyar nyelv. Itt ö, általában rövid híreket szoktam megosztani, hogy mi történt ezen a héten. Szóval akit bővebben érdekel az NFT, az ingyenesen fel tud ide iratkozni, de be tudtok minket már Instagramon is követni, itt is megszoktunk osztani veletek híreket. Először is mi is az, hogy AirDrop. Ugye, hogyha valakinek az utcán elmeséljük, hogy ingyen kapunk pénzt azért, mert kattingatunk gombokat, akkor hülyének néznek, de kriptóba egy kicsit, ha jobban benne vagy, akkor biztos hallottál már egy-két AirDropról. Legutóbb ugye, az Arbitrum AirDrop volt, ami igazán nagy volt ott én például három tárcával végeztem el a feladatokat, és ezért kb. 4000 Arbitrum tokent kaptam. Arról szólnak ezek az airdropok, hogy a felhasználókat, akik még ö, indulás előtt ezeket a hálózatokat és ö, Layer 2-es megoldásokat ö, használják, azokat megjutalmazzák, akik itt voltak, tesztelték és használták a hálózatot, mint marketing eszköz is, de mint egy ilyen ö, szavazati jog, mert ugye ezek a tokenek arra is jók, hogy ö, a hálózaton belül szavazzunk dolgokra, tehát mint egy ö, közösségnek a része te megkapod a részedet, hogy utána szavazhassál ezekkel a tokenekkel, de nyilván mindenki arra megy ki, hogy ezeket a tokeneket majd utána eladja, vagy hosszú távon megtartsa. És mi is ez a Starknet? Nem rossz példa volt az Arbitrum, mert az Arbitrum is egy az Ethereum blokkláncra épülő Layer 2-es megoldás, és a Starknet is nagyon-nagyon hasonló, egy úgynevezett ZK Rollup, tehát segíti, hogy a tranzakciók gyorsabbak legyenek. És jobban bővíthető legyen az Ethereum blokklánc. Tehát egy ugyanilyen layer 2 megoldásról van szó. Ugye az ember hallja itt jobbra-balra, hogy ilyen-airdrop, olyan-airdrop, az utóbbi airdrop, például ez a SuiSwap, az egy nagyon nagy csalódás volt. Ugye a Sui maga a hálózat lett volna, ami érdekes lett volna. A SuiSwap az meg csak egy decentralizált váltó, ha úgy, ha úgy nézzük, olyan, mint a Uniswap, ugye az Ethereumon a SuiSwap volt a SUI hálózatnak ez a dexe és ott e, ilyen 4 dollár körülnyi airdropot kaptunk, tehát e, ott egyáltalán nem érte meg. Itt azért sokkal optimistább vagyok, mondom, mert ez egy Layer 2-es saját lánc, és uh, itt egyrészt meg fogom mutatni, hogy itt lesz token, tehát már már szinte van is token, és amiért érdekes ez az egész, hogy a nagy befektetők nagyon szeretnek ilyen uh, layer 2 befektetni, ugye az Optimism, Arbitrum, uh, Polygon, ezekbe mind-mind nagy befektetők benne vannak, és itt van előttem egy tavalyi hír, tavaly májusban jött ki, hogy a StarkNet uh, 100 millió dollárt tőkét vett már fel, és ezt egy 8 milliárd dolláros ö, valuation, tehát azt jelenteni, hogyha kint lenne a token, akkor ez 8 milliárd dollár market cap -je lenne. Most tegyük hozzá, hogy ez tavaly májusban volt, ott még a piac azért ö, ott se volt nagyon jó minden, de, de még ö, sokkal jobb volt, mint most. De nézzünk rá a coinmarket re hogy ez hova rakná a 8 milliárdot. Ez pontosan a Solana alá a 11. helyre, tehát az nagyon jó lenne, de nézzük meg a hasonlókat, például Optimism 43. helyen 1 milliárddal, és Arbitrum mondjuk másfél milliárddal, tehát én valahova oda lőném, a mentel is itt van, 1,5 milliárdal szól, valahova ide sorolnám a Starknetet is. És hogyha ide az oldalra felmentek, itt van egy olyan szekció, hogy token, és láthatjátok, hogy Starknet token is deployed on Ethereum, tehát már kb. elmondták, hogy van token, az lesz a feladata, hogy, hogy ugye biztosítsa a hálózatot, tehát token már szinte, hogy van. Most a kérdés még az lesz, hogy lesz-e airdrop, vagy lesz-e talán olyan IPO, vagy ilyesmi, IDO, és ugye sosem mondja egy saját cég, hogy igen, lesz airdrop, csináljátok ezeket a feladatokat, hanem ez mindig a háttérben van, tehát Ar arbitrumra is emlékszem, hogy Discordba, ha valaki leírta azt a szót, hogy airdrop, akkor ki is lett dobva a Discordból, tehát egyáltalán nem szeretik, és nagyon el is szaporodtak az airdrop farmerek, ugye nyilván, ahol ingyen pénz van, ott jönnek ugye a botok is, jönnek száz tárcával, ami érthető, és pontosan ezért, mert egyre többen csak azért jönnek, hogy csináljak három, csinálnak három kattintást, és végül is ez nem hasznos ügye, teszt, meg nem hasznos felhasználók egy közösségnek, egy hálózatnak, ezért ezeket a, az airdrop farmereket nem is akarják megjutalmazni, és szerintem ez nem is lenne fair, mert elvennék a részét azoktól, akik mondjuk hasznos felhasználók, akik tényleg átmennek, vesznek NFT-t, tehát valós tranzakciókat hajtanak végre, őket szeretnék megjutalmazni, és már egyre többen használnak olyan szűrőket, hogy Kiszűrjék ezeket az airdrop farmereket, akik kevés tranzakciót végeztek, akik e, láthatóan nem tudom, 50-100-150 tárcával e, csak így egy-egy tranzakciót végeznek. Tehát itt valószínűleg lesz egy olyan szűrő, hogy aki túl kevés tranzakciót csinál, és e, friss, új tárcával, vagy összeköthető nem tudom, 100 másik tárcával, akkor ez nekik gyanús lesz, és ezeket ki fogják szűrni. Az egész tevékenykedést végül is három pontba össze tudnám foglalni. Az első pont, akármelyik airdropról van szó, mindig a legfontosabb pont az, hogy hidaljunk. Ugye a hidalás azt jelenti, hogy mondjuk Ethereum hálózatról áthidaljuk erre a Layer 2-es hálózatra, és ezt mindjárt meg fogom mutatni, hogy ez hogy történik. A második pont az, hogy tényleg valós, tevékenységeket végezzünk. Ez most jelentheti azt, hogy cserélünk egyik tokenből a másikba, Ethereumról USDC-re, lekötjük ezeket, ugye liquidity pool, vagy stékeljük, és mondjuk ott hagyjuk egy hétig, két hétig, és jöjjünk vissza talán két-három hét múlva, vegyük ki, cseréljük vissza, tehát hogy látszódjon, hogy valós felhasználók vagytok, és régen az működött, hogy áthidaltál, váltottál valamit, és utána úgy hagytad az egészet, de ma már szerintem ez nem működik, ezeket ki fogják filterezni, hogy akiknek csak egy-két tranzakciójuk van, azokat ne vegyék az airdropnál figyelembe. Szóval én azt ajánlom, hogy minden két hetente, három hetente, négy hetente, ahogy te ezt be tudod iktatni, de rendszeresen gyere vissza, végezzel egy-két tranzakciót, és ezt egy hosszú időn át csináld így mindig, azért, hogy lássák, hogy igen, valódi felhasználó vagy, és nem csak egy bot, aki csinál egy-két tranzakciót, és kibeveszi a pénzt. És a harmadik ilyen fontos feladata az airdropoknál az szokott lenni, hogy ö, visszahidalsz. Tehát én például azt csinálom, hogy beutalok 20-25 dollárnyi etert, ott azzal szórakozok, kicsit swappolok, tehát ezek a tevékenységek fontos, Swapolás, liquidity pool, ha van akkor NFT, ha van valami játék, tehát hogy lássák a blokkláncon, hogy te valódi felhasználó vagy és csinálod a tranzakciókat, és mondom nézzél vissza a két, három, négy hetente, és vissza is hidaljál valamikor, akár most, egyből a tranzakciók után, te hagyják kb. 10 dollárnyit a hálózaton, hogy lássák, hogy valódi felhasználó vagy. Itt ezen az oldalon, amit látok, itt van az összes applikáció, amit lehet tevékenykedni, viszont ezek közül nagyon sok applikáció még nem éles, vagy még már nem éles, tehát nagyon sok teszt-applikáció van. És én itt most lépésről lépésre bemutatom nektek, hogy ez a három lépés hogy néz ki. Első lépés ugye a hidalás, és a hidaláshoz láthatjátok, hogy kell egy Metamask tárca, ha nincs Metamask tárcátok, akkor ezt is majd megtaláljátok, minden linket megtaláltok majd a leírásban, és látjátok, hogy a Starknetnek egy saját tárcája van, és itt kétfajta tárca létezik, az egyik ez a Argent X, amit én személy szerint ezt használok, de ha gondoljátok, akkor lehet ezt a Bravo tárcát is felhasználni. Szóval ide rákattintok, hogy Argent X, de majd a linket az Argent Wallethez megtaláljátok a leírásban, ide rákattintunk a gömböcskére, és akkor itt vagyunk az oldalon, Google Chrome, és itt hozzáadjuk, és ugye itt általában kérdezi, hogy új tárca vagy meglévő, most az újra kattintunk, ezeket kipipáljuk, közben mehet a passzword, és ennyi is volt és már meg is van a tárcánk. Visszamehetünk az oldalra, és itt jobb felső sarokba, sárgába írja, hogy Connect Starknet Wallet, Argent X, amit most telepítettünk, aláírjuk, és láthatjátok, hogy össze is van kötve. Majd continue, és akkor itt vagyunk a hidalás oldalán, beírtam, hogy 0,008 ethereum szeretnék hidalni, rányomok, hogy transfer, Fölugrik a Metamask ablakja, jelen esetben 5 és 6 dollár között van a hidalás, rányomok, hogy elfogadom. Ugye a hidalás fontos, hogy kb. szombat vagy vasárnap délelőtt csináljátok, akkor legalacsonyabbak az Ethereum láncon a gasfik, és ezért a legolcsóbbak is. És frissítettem, és láthatjátok, hogy már a Starkneten van ez az Ether, amit előbb áthidaltam. Úgyhogy mehetünk a második feladathoz, ez például nekem a Jedi Swap lesz, amit itt most be fogok mutatni. Uh, I understand the risk. Connect wallet, jobb felső sarok, Argent wallet, összekötjük, és akkor például átváltunk egy kis etert mondjuk usd re Legyen mondjuk 0,002, az KB 3,6 dollár, swap, confirm swap network fíre azt mutatja, hogy 1.31 dollár az Argent Wallet-be, és el is küldte, bezárjuk. Aztán rámegyünk, hogy pool, add liquidity, ether plus, kiválasztjuk mondjuk ugye a USDC-t, és ide a maxra kattintunk a USDC-nél, supply, confirm supply. Itt újra egy 1 dollárt von le, mint fee. Transaction submitted, close. Amúgy ezen az oldalon majd több ilyen ö, váltót is megtaláltok, tehát hogyha van kedvetek, akkor azt is ki tudjátok próbálni, te ezt majd az összes linket megtaláljátok a leírásban. Én most, mint egy még egy plusz feladat, egy landing protokolt fogok kipróbálni, és ez itt, ez a zkland.com, ide rámegyek, hogy Artemis for DeFi Users Launch App, Starknet Alpha, azt ugye hozzá kell tenni ezeknél az airdropoknál, hogy ezek mindegy ilyen teszthálózatok, tehát itt még ö, bármi ö, balul sülhet el. De azért láthatjátok már, hogy így is 5 millió dollár van ezen a protokollon, tehát nem kevés. Én azért most több ezer dollárokat nem mozgatnék itt meg, annyira azért nem bíznék benne. Szóval itt azt tudjuk tenni, hogy Connect, jobb felső sarok, Argent X, Connect, és akkor például adunk likviditást, ugye Ether, ide rákattintunk, hogy supply, beírunk egy összeget, 0,001, és beírjuk, hogy enable and supply ETH, ez is 1 dollár 29 ez a tranzakció. Oké, okay, majd visszamegyünk, és például USDC-be veszünk föl hitelt, a borrow-ra rákattintunk, és ide total borrow, Felhúzom maximumra, rányomok, hogy borrow USDC, felugrik az ablak, itt most 83 cent a tranzakció, és mint utolsó ilyen feladat, így a második fázisba még veszünk egy domain nevet. És ahelyett, hogy most itt a domain nevet megvenném, hogy például kriptomokus, láthatjátok, hogy ez kb. 50 dollárba kerül, úgyhogy én ezt most nem fogom megcsinálni. Szóval ahelyett, hogy regisztrálnánk drágán valamit, ide föl is jöhetek a My identities és itt e, látjátok, hogy nekem már van valami, én már vettem valamit a piacon, e, de ide, hogyha a pluszra rákattintotok, akkor 0,3ért kaptok egy valami random NFT-t, tehát hogyha ezt még megcsináljátok, akkor confirm, és akkor kaptok egy saját StarkNet ID NFT-t. És végül, ugye a harmadik feladat az, hogy visszahidaltok, tehát Starknetről Ethereumra, és ezt vagy itt csináljátok, ahol odafelé hidaltatok, e, itt van egy olyan nyíl, ami megváltoztatja az irányt, tehát most Starknetről Ethereumra, vagy hogyha egy nagyon jó kis ilyen cross-chain e, hidat szeretnétek használni, ami nagyon sok hálózatra át tud menni, akkor az Orbiter tudom ajánlani, hiszen ez a leggyorsabb és legolcsóbb. Is. És vannak plegykák, hogy az Orbiternek is lesz egy saját ERDROPJA, úgyhogy érdemes lehet talán ezt is használni, vagy akár ugye a Layer Zero-t, és itt is tudtok nem tudom Starknetről, például ZK-szinkre, vagy Arbitrumra, Base-re, Lineára, bármire tudtok itt uh, hidalni, és a layer zero-nak is lesz majd állítólag egy saját airdropja. Én most itt a layer swapot fogom használni, tehát fölül kiválasztjuk, hogy Starknet, alul, hogy zk-sync, és itt beírjuk azt az összeget, amit szeretnénk, uh, amit szeretnénk hidalni, és itt, hogyha nincs itt a zk-sync era address. Akkor ezt ki kell választani, össze kell kötni a Metamask tárcát. Nekem ez már ki van választva. Úgyhogy rányomok, hogy Swap Now, Connect Wallet, Argent. És itt a hidalás egy kicsivel olcsóbb, mivel most már a. Starknet-ről lesz hidalva, és 0,29 dollár, hogy pontos legyek, és itt ez most eltarthat egy pár ideig. Szóval szerintem fontos, hogy nem tudom, 25-30 dollárt áthidaljunk, akkor ott talán 10 dollárral, 15 dollárral tevékenykedjünk, és akkor 10 dollárnál többet mondjuk ki tudjunk utalni, úgy, hogy kb. 10 dollárt rajta hagyunk magán a hálózaton az összes költség talán ilyen 10-15 dollár volt nekem ez így, és mondom, talán ilyen két-három-négy hetente térjünk vissza, csináljunk egy-két valós tranzakciót, szedjük ki a likviditit, ugye vegyünk föl hitelt, fizessük ki vissza a hitelt, stb. És lehetséges, hogy a közeljövőben lesz itt tényleg egy airdrop, és itt ezekkel a feladatokkal nagyon jó kiinduló pontba vagyunk, hogy mi is jogosultak legyünk egy airdropra. Remélem hasznos volt nektek ez a videó, és hogyha bármi kérdés van, nyugodtan tegyétek fel kommentbe, elértek engem Twitteren is, találkozunk a legközelebbi videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!